A barokkor művészetéről beszélek, ezután néhány órát. Kicsit másképpen fogjuk felosztani ennek a művészeti stílusnak a tárgyalását, mert ez egy egészen különleges korszak. Ha az emberiség történelméről beszélünk, ha a világtörténelemre gondol az ember, akkor tulajdonképpen az azonos korok megítélése minden országban más és más. Eddig a művészettörténet volt az a stabil irány, amely tulajdonképpen Európa minden országában lényegében ugyanazt jelentette, ugyanolyan gondolkodás, teljesen felismerhető műalkotások építészettől festészetig bezárólag. A barokk az első olyan művészettörténeti korszak, amelyre ez nem mondható el. Ugyanakkor a hatása máig tart, még mindig nagyon sok minden a barokk szellemében készül, építészettől iparművészetig, tehát egy egészen rendkívüli, különleges stílusról tudunk beszélni, viszont ez a furcsa tulajdonsága, hogy ahány hely, annyi módon jelenik meg, ezt úgy tudom a legjobban érzékeltetni, hogy egységesen beszélünk az európai barokk építészetről, különböző országokból, aztán a barokk szobrászatról, festészetről, és a végén az életmódról is, amelyhez hozzátartoznak az enteriőrök, a tárgyak, a tárgykultúra, amely nagyon-nagyon nagy volt, és ettől kezdve a tárgykultúra tulajdonképpen meghatározza Európa lakóinak életét, és a kertészetről is fogunk majd a végén beszélni. Most ez egy olyan stílus, amely tulajdonképpen a 16. század végétől a 18. századig tartó korszakot jelenti hivatalosan. De kicsit előbb megjelenik egyes művészek életművében, és sokkal utána, még 100 évvel utána is, sőt mondhatni egy 150 évvel utána is, egyes műalkotásokban fellelhető a hatása. Hát először is mi az a fontos tulajdonsága, amely eddig nem létezett, eddig nem tárgyaltunk semmilyen művészettörténeti korszakkal kapcsolatban. Először is kétfajta művészetről beszélünk a barokk óta. Létezik az ihletett műalkotások világa, és létezik a piaci kívánalmak szerint készült mesterségek által létrehozott tárgyak, épületek és egyéb részek kultúrája. Tehát az építészettől a lakberendezésig kétfajta módon tudjuk meghatározni a barokk stílust. Ismétlem, mert ez nagyon lényeges tulajdonsága, hogy az ihletett műalkotások és a piaci megrendelésre készült alkotások sora. És a barokkorban jelenik meg először a gics fogalma, amely azt megelőzően nem volt. Most itt egy kicsit részletezném, hogy mit jelent az, hogy ihletett műalkotások, és mit jelent az, hogy piaci megrendelésre készült műalkotások. Egészen a reneszánsz végéig nem létezett ez a kétfajta szemlélet. A reneszánsz embere is, de az azt megelőző korok embere is nem ismerte az úgynevezett könnyebb műfajt, meg a nehéz műfajt. Ha belegondolunk, ugyanazokat a műalkotásokat élvezte a magas kultúrával rendelkező reneszánsz ember, vagy az egyszerű reneszánsz, az utca embere, és megértette. De ez vonatkozik a zenére is, ez vonatkozik minden ember által létrehozott alkotásra, és sajnos
ez a hibájául róható fel a baroknak, és ez azóta egyre kártékonyabb, mert nem tételezte fel az emberről ezt a befogadó képességet, hogy megérti a magasrendű kultúra alkotásait is. Ez azért olyan különös és furcsa, mert hogy eddig ez föl sem merült. A 16. század végéig gyakorlatilag ez fel sem merült. Nem volt ilyen gondolata senkinek sem. Most, ha arról beszélünk, hogy mit jelent ez Európa szellemiségében, hát először is arról már a 16. század elején beszéltünk, hogy elindul a reformáció, amely nem csak az egyházban jelent, a katolikus egyházban jelent egy óriási változást, hanem ezáltal az emberek életformájában is egy óriási változást jelent. És ez egy olyan szellemi változást okoz, amely gyakorlatilag új fogalmakat teremt Európa életében. Hát nézzük meg, hogy mik ezek az új fogalmak. Hát megjelenik a modern értelemben vett polgárság. Az a polgárság, amely a középkorban indult el, és tulajdonképpen az iparos réteget jelentette. A barokkorban már mai értelemben beszélünk polgárokról, tehát nem csak az iparosokról kell itt beszélni, hanem azokról, akik szellemi munkát végeznek például a városházákon, tehát a különböző hivatalnokokról mai értelemben beszélve, a pedagógusokról, tehát a tanárokról, és a polgárok közé sorolják a művészeket is. Ez egy egészen új megközelítés, mert még a reneszánszban is azt annak idején említettem, hogy a művész megszólítása, a mester kifejezés, az gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy szobrászművész meg egy asztalos, az tulajdonképpen azonos megítélést jelentett a társadalom szemében. A barokkorban ez már nem létezik, tehát a művész is a polgárság közé tartozik. Nagyon-nagyon kevés kivétellel már léteznek olyan művészek, akik a nemesség, született nemesek között vannak, főképpen a zeneművészetben vannak ilyen személyek. Tehát ez az egyik új jelenség a barokk korszakban. Azon kívül a másik, amely erősen meghatározza az emberiség életét, és mind a mai napig hat, ez a tudományos világkép kialakulása. Ez is a barokk jellemzője, hogy eddig a tudomány az tulajdonképpen nem volt egy egységes szemlélet, főképpen egy-egy magas kultúrával rendelkező ember, nagyon sok esetben egyházi személyiségek foglalkoztak a tudomány területeivel, hát elsősorban a csillagászattal, és főleg és olyasmivel, ami ezzel kapcsolatban van. A barokkban a 16. század végén, főleg a 17. elején megjelennek a tudománynak azok a területei, amelyekre mind a mai nap felosztjuk a tudományt. Azon kívül az egyik legnagyobb hatású változás, amely Európában történik, az tulajdonképpen a gyáripar születése. És ez is összefüggésben van a tudományos világképpel, mert a gyáriparhoz szükség van a fizika fejlődésére. Azon kívül, amiről nem lehet elfeledkezni, hogy egy fontos politikai változás történik Európában, már a középkortól kezdve, sőt az ókortól kezdve a kereskedelem egy nagyon-nagyon fontos része volt az európai kultúrának, és hozzájárult nagy mértékben az európai kultúra fejlődéséhez. Ebben a tárgyalt korszakban egy új birodalom jelentkezik a kereskedelem terén, méghozzá török birodalom, amelynek terjeszkedése
nagy mértékben meghatározza európai életét. Hát elsősorban, első lépésben az itáliai kereskedők óriási konkurenciáját jelenti, mert a földközi tenger kereskedelmében a vezető szerepet átveszi az Oszmán Birodalom kereskedelmi flottája, azon kívül a szárazföldön is átveszik, különösen Eurázsiában átveszik a kereskedők, akik mindenféle módon tulajdonképpen Európát Kínával össze tudják kötni, belekapcsolják az indiai árutermelést is, és oda-vissza, amit eddig csak az itáliai kereskedők tudtak megoldani, gyakorlatilag egy óriási konkurenciát kapnak a törökök személyében. De hát ha itt a törökökről beszélek, akkor majd később, ha a magyar barokkról külön beszélünk, akkor hát nem lehet elfelejtkezni a magyar királyságra gyakorolt hatásáról, gyakorlatilag a teljes történelmünket meghatározza a barokkorban felmerülő török hódítás. Hát itt elég az 1526-ra gondolni, és akkor már tulajdonképpen mindenről tudunk. Tehát ezek azok a gyakorlati részek, amelyek ennek a stílusnak a kialakulásához hozzájárultak. De akkor nézzük meg, hogy mit jelent az a szó, hogy barokk. Hát ez az olasz barokkó, a csiga kifejezésből indul, mert az egyik meghatározó ornamentikája, ornamense formája ennek a kornak a csiga vonal. Ezt a csiga vonalat az építészeti elemektől kezdve mindenfele megtaláljuk a művészet különböző ágaiban. Van egy különleges tulajdonsága ennek a kornak, hogy eddig, ha művészetről beszéltünk, akkor mindent az emberhez mértek, és minden az ember gondolkodásához, az ember központba helyezéséhez igazítottak, és különösképpen a reneszánsz volt az a korszak, amely az ember fenségét hirdette. A baroknak az a sajátossága, és majd mindjárt kiderül, hogy miért mondtam, hogy ellentmondásos, mert egyrészt formavilágában megtanul megszabadulni a valóságtól, és ha például az egyházi alkotásokra, az egyházzal kapcsolatban készült alkotásokra gondolunk, és itt mindenkinek vannak élményei, mert a barokk templomok díszítő formái, a festményei, ez mind ezt mutatják, hogy csodatételekről és elragadtatott szentekről szólnak ezek az alkotások. Ugyanakkor ennek szöges ellentéte szintén a barokk stílus jellemzője, hogy a barokkban kezdődik a felvilágosodás kora. Tulajdonképpen ez a felvilágosodás, ez azt jelenti, hogy csak az létezik, amelyet látunk, és amelyet megfoghatunk. Na most az előbb elmondott, a valóságtól elrugaszkodott látványvilág és az ahhoz kapcsolódó művészi gondolkodás, vagy a felvilágosodásnak ez a racionális gondolkodásmódja, hogy csak az létezik, amit látok és amit megfoghatok, ez már mutatja, hogy ez a szöges ellentét, ez mégis belefér egy stílus kereteibe. Hát itt egy olyan különleges dologról is meg kell beszélnünk, hogy gyakorlatilag a vallásosságnak is kétfajta iránya van. Hát először is, és itt akkor ezt is a vallás fogalmaihoz kell soroljunk, ami eddig nem volt. Megjelenik az ateizmus. Az ateizmus az Isten létének tagadását jelenti. Azon kívül
megjelenik egy olyan furcsa irányzat a vallásban belül, a deizmus, amely azt jelenti, hogy az isteni beavatkozás csak a jelenlegi életnél nem követhető és nem következhet be. Tehát minden, ami eddig volt, azt értjük, azt tudjuk, de a mai valóságban ez már nem történhet meg. Tehát ez az a furcsa irányzat, amely szintén a barokkra jellemző. És a barokkal kapcsolatban jelenik meg a materializmus fogalma is, amely eddig nem volt, tehát az anyagelvűség, amelynek egyik legszélsőségesebb irányzata a mechanikus materializmus, ami azt jelenti, hogy magát az embert, az emberi lényt is egy gépszerű, a gép működésével azonos szervezetnek tartja, tehát gyakorlatilag nem tesz különbséget egy gép és egy ember, között, ami egészen szélsőséges, és mind a mai napig ható, ugyanakkor egyre kevésbé ható gondolkodásmód. Hát nagyon sok olyan nevet tudok felsorolni, amely már ismert az átlagember előtt is, tehát nem mondok újat, amikor csak a leghíresebb filozófusokról beszélünk. Hát itt van Descartes, aki ugye azt mondja, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Mai napig ismert filozófiai tétel, és a neve is ismert. Voltaire, aki az ateizmusnak az egyik legnagyobb képviselője, furcsa az ő életével kapcsolatban, jobban mondva életének utolsó perceivel kapcsolatban, amit tudunk, hogy mikor haldoklott, és érezte, hogy távoznia kell a földről, akkor a körülötte lévő barátainak könyörgött, hogy hívjanak papot, mert ilyen módon, hagyományos módon szeretne elbúcsúzni a világról. És ezt megtagadták a tanítványai és a barátai, mert úgy érezték, hogy az ateizmus világképére mérne ez egy olyan csapást, hogyha ennek az atya cáfolná meg az ateizmus létét. Tehát úgy kellett meghalnia, hogy kívánságát nem teljesítették. Vagy Rousseau, akiről ugye Vissza a természethez című mondása, mind a mai napig ismert és közkeletű mondás, és ha az ember arra gondol, hogy ez egy milyen fenkölt szemlélet, akkor itt kénytelen vagyok lerombolni az ő képzeletbeli szobrát, mert hát ez egy rendkívül szépen ható elmélet, de maga Rousseau, a magánember, az egyáltalán nem volt ilyen, és ez is a furcsaságai közé tartozik a barokkornak, hogy például a gyermekek 5 éves korig nem számítottak emberi élőlénynek. 5 éves korig egy gyermekkel büntetlenül meg lehetett csinálni bármit, nem volt felelősségre vonás, meg is lehetett ölni, mert hogy nem számított embernek. És ez megint a felvilágosodásnak, és főképpen a francia felvilágosodásnak az egyik gyakorlata volt. Mondjuk mindenki emlékszik gyerekkorából, vagy legalábbis nagyon sokan emlékeznek az úgynevezett zsákos emberre. És ezzel ijeszgetni szokták, remélem, egyre kevésbé a gyerekeket, de a zsákos ember a barokkorban létezett. Ő volt az, aki a szerelem nem kívánt gyümölcseit éjszakánként összeszedte, és ismeretlen helyre ment velük. És Rousseau-nak 4 gyereke tűnt el így a zsákos ember által, akik utána nem viselték a szülők az apa nevét, és többnyire falun lettek elhelyezve. Tehát ez is a felvilágosodás filozófiájához tartozott, amely a szerelem diadalát, a szerelem mindenhatóságát és a szerelem szabadságát hirdette, de
mint annyi minden, elméletben rendkívül szépen néz ki, a valóságban meg így. De elhagyva ezt a tragikus részét a barokk tárgyalásának, hát először is a művészetek közül beszéljünk az egyik legáltalánosabbról és a legközkedveltebbről, a színházművészetről, a drámákról. A reneszánsz drámairodalomnak egyik legnagyobb, talán mondhatni mind a mai napig legnagyobb alakja Shakespeare volt, és a reneszánsz színházi világban a hétköznapiság határozta meg az előadásmódot nem egyszer trágárságokkal, durvaságokkal, és hát mindenféleképpen a valóságot óhajtották ábrázolni. Itt most akkor egy nagyon nagy egyenlőségi jelet kell a mai színházművészethez hozzátenni, mert hát nem kevés az olyan előadás, amelyre napjainkban is ez a jellemző, hogy a trágárság, a durvaság, a közönségesség, mert hogy ez a valóság. Most ugyanakkor itt van a felvilágosodás korának a drámairodalma, amelynek mondjuk két legnagyobb alkotóját említem, Racine-t és Corneille-t, mind a kettő francia drámaíró óriás volt, és a felvilágosodás drámáinak jellemzője a mértéktartás, az illem, a finomság, és akkor hol van a valóság ábrázolása? Tehát ez is egy olyan különös ellentmondás, amely szintén a barokkra jellemző. De érdekes módon a verses irodalomban is a barokk idején születik meg az óda és az elégia műfaja. De a műfajok megkülönböztetésében, és akkor itt a magas művészetről kell újra beszéljek, amely a Francia Akadémia által, amely ekkor jön létre, kapja meg azt a besorolást, és egy-egy műalkotás azt a besorolást, amely által megítéltetik a társadalom által. Hát például, ha a magas művészet besorolását akarja elnyerni egy drámaíró vagy az önműve, akkor a Francia Akadémia csak a tragédia és a dráma műfaját tartja magas, ihletett művészetnek. Azaz egészen döbbenetes dolog történik meg, hogy Molière életművét nem tartják magas művészetnek, alacsony rendűnek tartják, mert hogy a Molière életmű az egészen különleges vígjátékokból áll. És ezt a korabeli Francia Akadémia póriasnak, közönségesnek, és nem tartja ihletett művészi alkotásoknak. Most, ha a felvilágosodásra gondolunk Franciaországban, akkor egy kicsit furcsán értelmezi az ember, hogy hogy lehet az, hogy 1572-ben volt a Szent Bertalan éjszakája ebben a felvilágosodott országban, amely azt jelentette, hogy az ügenottákat, a protestánsokat gyilkolták, és egy hatalmas menekülésre kényszerítették az országból. És ez is a felvilágosodás égisze alatt történt. De ha ezt a korszakot mondjuk nem francia területen nézzük, hanem Angliában és az Angliához tartozó és kapcsolódó területeken, mint például Amerikában, akkor ez már a puritanizmust jelenti, amely a francia művészettel szöges ellentétben áll, és mégis barokknak nevezzük. Most az angol irodalomnak két nagy művészét ismerjük mind a mai napig, az egyik Swift, aki a Gulliver utazásai című könyvet írta, vagy könyveket, és a másik pedig Defoe, aki a Robinson Crusoe-t írta. És a Robinson Crusoe az egy olyan irodalmi alkotás, na most mind a kettő ma már a gyermekirodalomhoz van
inkább sorolva, holott ez felnőtt irodalomnak készült, és a Robinson meg különösképpen, mert ennek az valós tartalma azt jelenti, hogy az ember mindenre képes, és mindent gyakorlatilag meg tud hódítani, és lényegében ez a szellemiség lesz a későbbi Amerikai Egyesült Államok szellemiségének az alapja. Említettem, hogy a tudományos világkép is a barokkban alakul ki, és akkor itt néhány olyan korszakalkotó tudósról kell beszélnünk, aki az egyik James Watt, aki a gőzgépet találta fel. Na most ez a gőzgép, ez lényegében egy egész világot változtatott meg, mert a gőzgép tette lehetővé, ennek a feltalálása tette lehetővé a vasutakat, a hajózást és a gyáriparnak is a hatékonyságát. Tehát ez egy hihetetlen hatású találmány volt, lényegében a gépkorszaknak az elindítója volt. De ha már itt a gépekről beszélünk, akkor én, mint jelmeztervező nem tudok megfeledkezni, és nem is akarok arról, hogy a textilgyártásnak is az atya, az Jacquard volt, és a róla elnevezett mintásan szövött textíliák mai napig készülnek. Csak már kicsit más gépen, mert a Jacquard által tervezett szövőszék az önműködően dolgozott, de lyukkártyák vezérelték. Tehát ez is a modern életnek a mind a mai napig ható felfedezése. De ha a gazdaságról beszélünk, és a gazdasági életről, akkor a gazdasági életben is kétfajta szemlélet van. Létezik a puritanizmus, amely az angol és a németalföldi területeken határozza meg a polgárok életét, és létezik ennek az ellentéte, egy olyan gazdasági élet, amely például a franciák által uralt területeken működik, ahol ennek a gazdaságnak a legnagyobbjai, azok olyan körülmények között élnek, mint a középkorban vagy az előző századokban a főnemességért. Tehát a polgárságnak egy olyan eddig soha nem tapasztalt életformát biztosít ez a fajta szemlélet, és ez a fajta, hogy úgy mondjam, ipar, amely eddig egyszerűen lehetetlen volt a polgári világ számára, nem is gondolhatott rá. Sőt, előfordulnak olyan esetek, nem ritkán, hogy egy-egy városon belül például, vagy egy-egy királyságon belül a polgárság gazdagabb, mint maga a nemesség, és nem egy esetben, mint a király. Ez is ennek a stílusnak az ellentmondásosságához tartozik. Tehát itt tulajdonképpen a művészetben is két nagyfajta, nagy irányt tudunk megkülönböztetni. Na most a vallásban is, különösképpen a keresztény vallásban két óriási irányzat kezdi el az életét, amely gyakorlatilag ma is tart. Hát ugye azt tudjuk, hogy 1517-ben indult el a reformáció. De hát ennek a mindent elsöprő hatására a katolikus egyház is megteszi a lépéseket, és a tridenti zsinat, amely megfelelő hosszúságban 1545-től 63-ig tart, létrehozza azokat a szervezeteket, amelyek képesek ezt a folyamatot megállítani, sőt visszafordítani. És az ellenreformációnak az emblematikus elindítója Loyolai Szent Ignác, aki spanyol
először lovag volt, azután szerzetes lett, és megalapítja a jezsuita rendet, amely rend a fekete angyalok nevet viseli, és a leghatékonyabban tud küzdeni a reformáció ellen. Az ellenreformáció törekvéseibe a politika is bekapcsolódik, méghozzá két olyan óriási uralkodó, mint V. Károly, német-római császár, és utána az ő fia, II. Fülöp, aki szintén német-római császár volt. És ez tulajdonképpen ez egy olyan óriási küzdelmet indított el, amely nagy mértékben visszafordította a reformáció folyamatát, és ismét a katolikus egyház szerezte meg a kereszténységen belül a prioritást. Tehát ezek azok a szellemi alapok, amelyek ezt az önmagában ellentmondásos művészettörténeti korszakot elindítják. Na most biztos, hogy nem jutunk a végére, de elkezdek barokk épületeket mutatni és tárgyalni, mert ezek közismertek, mind a mai napig közöttük élünk, sőt használjuk őket. És akkor itt először is a legismertebb barokk építészeti alkotásokról beszélnék, és ezek a katolikus templomok. Most, ha a katolikus templomok belsejére gondol az ember, és itt ez tulajdonképpen ez az az egységes vonulat, amely végigmegy Európa minden katolikus templom belsején, és ez jelent egy olyan fajta misztikus légkört, amely egyformán jelenik meg a római templomokban, vagy a spanyol templomokban, de akár itt az általunk ismert katolikus templomokban is. A legfontosabb jellemzője, hogy a mennyországot akarja emberi eszközökkel megjeleníteni olyan módon, hogy először is azok a freskók, amelyek itt a falakon megjelennek, és elsősorban a mennyezeteken, ezek szinte áttörik az építészet valóságát, és egy olyan illuzórikus világot ábrázolnak, ahol az ember nem érzékeli, hogy meddig tart az épület, és hol kezdődnek a felhők. És a felhők feletti világot is ábrázolja, és a felhők és a templomban ülő hívek között pedig közvetítőnként megjelennek a különböző szentek, a Biblia történetei, és a szenteknek is egy olyan különleges ábrázolása, ahol a szenteket nem a reneszánszhoz hasonlóan emberi személyiségekben akarja elsősorban ábrázolni, hanem elsősorban azokat a lelki folyamatokat ábrázolja, amely oda vezet, hogy valakiből szent lesz. Na most nézzünk meg egy-két olyan híres barokk stílusú épületet, amely, hát először néhány olyat mondanék, amelyek nem annyira közismertek. Hát nem sokat beszéltünk eddig, mert hogy az a kapcsolat, amellyel mi Oroszországgal, sőt Szovjetunióval kapcsolatban voltunk, az nem tette lehetővé, hogy ezeket a műalkotásaikat megismerjük ugyanakkor, és ezért kezdeném az építészet tárgyalását először az orosz barokkal kapcsolatban, mert hogy erről elég keveset tudunk mondhatni, szinte akár nagyon-nagyon keveset. Hát ez egy egészen sajátos formavilága a baroknak, és egyik legismertebb műalkotása az a Szentpétervári téli palota, amely a baroknak, az orosz baroknak egy különlegesen szép és jellegzetes alkotása.
De ha az orosz barokk épületekre gondolunk, akkor a legjellegzetesebb formációi az úgynevezett hagymakupolák. Ez is egy barokk gondolkodásmódnak a művészi eredménye, de egy semmihez sem hasonló, semmihez sem hasonlítható formavilág, és itt, ha például az ember az egyik legismertebb épületre, a Vöröstéren álló Vasilij Blazsenij székesegyházra gondolunk, amelynek különlegesen színes hagymakupolái szintén a barokkor stílusának a sajátságos eredményei. De ezek a barokk forma elemek, ezek nem csak a templomokban jelennek meg, hanem például a magánházakban is. Ha a németalföldi, például amszterdámi utcákra gondolunk, akkor ott a városházának, kivéve a központi tornyát, gyakorlatilag a barokk alakítja olyanná, amilyen lesz. Vagy az amszterdámi csatornák köré épült polgárházak, ezek mind a barokk építészetnek a műalkotásai. És nem hasonlítanak azokhoz a barokk épületekhez, amelyek itt Közép-Európában körülöttünk vannak, és általunk ismertek. De hát beszélnék egy-két olyan ismertebb barokk épületről, mint például a londoni Szent Pál katedrálisról, amely az egyik leghíresebb angol barokk épület. Vagy hát legyünk aktuálisak, és akkor beszéljünk Rómáról, és itt például a Piazza Navonáról, amelynek híres szökőkútja, a Bernini által készített szökőkút is az egyik legjellegzetesebb barokk épület. Tehát itt olyan egészen különleges és egymástól eltérő épületekről tudunk beszélni, amelyek mégis a barokk fogalom körébe tartoznak. Például a Párizsi Operaház, amely egy olyan egészen megdöbbentően barokk épület, amelyben bizánci elemek is vannak. Bizánci elemeket ötvöztek reneszánsz elemekkel, és az új stílusú barokk formavilágával, és ezáltal jött létre egy különlegesen érdekes és díszes barokk épület. De Párizsban számtalan ilyen épület található, amely a különböző stílusok ötvözetéből keletkezett, újfajta stílusvilágot jelent. Tehát ha így ezeket az épületeket az ember egymás mellé képzeli és gondolja, akkor azt kell mondani, hogy a barokknak van egy olyan általános jellemzője, amely a formák különbözőségén kívül mégis összefoglalja az egészet, és ezt a legegyszerűbb szemléltetni olyan tárgyakon, amelyeket igen sokszor látunk. Ilyen például a minden templomban megjelenő orgona. Az orgonáknak a formája, amely azt mutatja, hogy a barokk az a díszítettséget jelenti. A barokk világban nincsenek egyenes felületek, nincsenek kihasználatlan területek, minden négyzetcentimétert megragadnak a művészek és az iparosok is, hogy díszítsék, hogy az egésznek a különlegességét hangsúlyozzák. Tehát az orgona, amely az egyik legismertebb barokk tárgy, barokk stílusú tárgy a környezetünkben. De a szökőkutakról, ha néhány szót ejtenék, hogy már a reneszánszban megjelenik a szökőkút, mint díszítőelem, de a barokkban a gazdag polgárság kiköveteli magának, hogy a városokban sok szökőkút legyen, és ne csak a
a főúri kastélyok díszei legyenek. De említettem az előbb az aktualitást, hát ugye tegnap történt az új pápa megválasztása, és a Szentpéter térnek a kolonádja az egyik legjellegzetesebb barokk építmény, de maga a Szentpéter tér és a Szentpéter székesegyház is a barokknak a mondhatni legimpozánsabb alkotása. A Szentpéter tér, mint barokk alkotás azt jelenti, hogy egy olyan különleges perspektívát hoznak létre, amelyben az ember nem érzi, hogy közeledik a templomhoz, a székesegyházhoz, mert az már megjelenése pillanatában olyan, hogy szinte az ember előtt van. És lényegében a távolságot nem lehet érezni, hogy messze van, és én közeledek hozzá, hanem gyakorlatilag mindig közel van, és mindig előttem van. A kupolája, amely a baroknak az egyik első és legkülönlegesebb és legimpozánsabb alkotása. Egyáltalán a kupola, mint fontos építészeti elem, ez a barokkban szinte nélkülözhetetlen. Minden jelentős épület legfontosabb díszítményei közé tartozik maga a kupola. És hát akkor egy-két ilyen barokk épületet nézzünk meg, amely itt van a közelünkben. Például Bécsben a Fischer von Erlach által épített, jobban Ausztriában, a Schönbrunni kastély. Az egyik legismertebb barokk műalkotás. Szintén nézzünk meg Bécsben egy olyan barokk templomot, amely Szent Károlynak a temploma, és egy nagyon híres barokk templom, és minden olyan barokk építészeti elem megtalálható rajta, amely a stílusra jellemző. De ha a Szentpéter bazilikának a belsejéről ejtünk néhány szót, hát ott van a főoltára, amely szintén ugye most nagyon aktuális, hogy beszéljünk róla, Bernininek a híres alkotása, amely egy bronz baldahint jelent, és csavart oszlopokon áll, és a székesegyház díszességének az egyik legfőbb ékessége. De a kupoláról, a kupola belső részéről is, és annak a díszítményeiről is, ha beszélünk, akkor a baroknak minden jellegzetességét megtaláljuk. De hát beszéljünk a festeticsekről, akik itt Magyarországon, Balatonfüreden például a Festetics kastély az egyik legszebb barokk műalkotás, és az világszerte ismert barokk műalkotás. Úgyhogy a barokk az itt él velünk, és itt vagyunk vele együtt, és az a fajta szemlélet, amely a díszítettségnek ezt a túlburjánzását jelenti, ez az embernek egy olyan alapvető tulajdonsága, amelyet még a modern stílusok sem tudnak teljes mértékben elnyomni, úgyhogy ez újból és újból előtűnik. Tehát a barokk építészetről, ha legrövidebben akarom bemutatni, akkor ennyi épület szükséges hozzá minimum, hogy egy kicsit is értelmezni tudjuk, és a következő alkalommal folytatjuk a barokk stílus megtárgyalását, és a festészetről fogok beszélni, amelybe beleértem a freskókat, a táblaképeket, sőt még a porcelánfestést is. Úgyhogy akkor legközelebb folytatjuk a barokk művészet megbeszélését.